Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, például ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Ez a videó február 19-én jelenik meg. És ezen a napon az indiai asztrológia szerint a hold eléri az Artra holdházat, ami azt jelenti, hogy itt megvan a fiatalos kisugárzás, a vidámság, az újdonságok, a mozgás, a könnyűség. Ezen a napon Mars bolygó és Vénusz bolygó együtt hat, hiszen egy ilyen orbisz kapcsolatban vannak már. Ez kihat a szerelmi élet területére. Mars bolygó jelenti a férfiakat, Vénusz bolygó jelent bennünket, hölgyeket. Ez a Mars-Vénusz kapcsolat egy quincunx aspektussal áll a holdhoz. És ez a kapcsolat a holddal ezen a napon bizonytalanságukat vált ki a férfiaknál is, és nálunk hölgyeknél is. Amikor vannak olyan gondolatok, érzelmek, hogyan tovább, nem tudom, mit tegyek, tegyem vagy ne tegyem, tehát ez a hangulat ezen a napon. A hold kap egy befolyást Alnat csillagtól. Alnat csillag az, mint egy útmutató, jelent egy utat, vagy egy kiutat, vagy egy új lehetőséget, és ezzel élhetünk most ezen a napon. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Először is belepillantunk az ő gondolataiba, vagy terveibe, ami itt felül látható. Itt a madarak jelentik a mozgást, a vidámságot, a csevegést, a kommunikációt, olyan hasonlóan, mint ez az Artra holdház. Milyen témákról van szó? A gyermek jelentheti a gyermekeket. Ő beszélni akar a gyermekekkel, vagy ő beszél gyermekekről, vagy jelenti az ártatlanságot, hogy ő mondja, hogy ő ártatlan, vagy hogy te voltál ártatlan. A gyermek jelentett egy új irányt, az újdonságokat, és erről akar beszélni veled. És az ő érzelmei, az itt látható. A torony jelentheti azt, hogy szeretne valamit kiépíteni, megnagyobbítani, vagy tudatában van a te nagyságoddal, vagy az ő saját nagyságával. Ez a torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, és itt lesz egy szerencsés kimenetel. A torony azt is jelentheti, hogy ő eddig fogva érezte magát a toronyban, mert voltak félelmek, vagy bizonytalanságok, vagy egy bizonyos helyzet, ahol ő fogva érezte magát. Ez lehet még egy párkapcsolat, lehetnek családi kötelékek, vagy fogva érzi magát a munkahelyen, de innen kirepül, hiszen meg lesz a könnyűség, lesz egy új kezdet, és itt a szerencsés fordulat. Mit fog tenni? A felhő jelent fél éved.
Gondolj vissza arra, mit hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, mert lehet, hogy ez az esemény visszatér hozzád. A gyűrű jelentett ilyen visszatérő dolgokat vagy kapcsolatokat. Ez a fél év lehet a jövő is, hogy veled tervez valamit, amit szeretne fél éven belül kiépíteni. A felhő jelenthet olyan szituációt, ami átláthatatlan, olyan, mint egy fátyol. De keresi veled a kapcsolatot, látható ez a fiatalos kisugárzás, az újdonságok, az ártatlanság, és beszélni akar veled, hiszen tisztázni akar bizonyos dolgokat. Mi köt össze benneteket, az itt középen látható a magyar kártyán, amit a férjem készített, itt a rovásírásról van szó, és a zs betűről. Ez lehet valakinek a neve, mint például Zsolt, vagy Zsóka, ez lehet egy bizonyos helyiség, és most nem jut eszembe, de ha tudsz egy várost vagy falut, ami ezzel a betűvel kezdődik, leírhatod a kommentárba. Vagy lehet egy bizonyos szó, egy fogalom, mint például zsíros kenyér, ez jutott most így hirtelen eszembe, és a régi írásmód az itt van középen. Ennek van a misztikus jelentése, ami számomra itt tükröződik, hogy itt kiépül valami, kilép egy szűkös helyzetből. Itt vannak lehetőségek. Ezt olyan nyitott kézzel fogadja el. Tehát ő kilép egy bizonyos helyzetből, vagy te, vagy mindketten. Itt vannak különböző lehetőségek. Kiléptek az otthonotokból, megjelentek a nyilvánosságon, vagy így áttölelitek egymást. A germánoknál vannak az úgynevezett rúnák, ezek is tulajdonképpen betűk, ilyen régi írás, ugyanúgy, mint a rovás írásnál, és itt találtam ezt a rúna jegyet, ami olyan hasonló ehhez. És ez a kártya, ez a rúna azt jelenti, hogy most megvan az erő ahhoz, hogy bebizonyítsuk magunkat. Nem szabad elszaladni a dolgok elől, hanem ki kell mutatni az élet erőnket, vagy kell, hogy védjük magunkat. Én nemrég felfedeztem egy nagyon aranyos kártyacsomagot, amit megrendeltem. Nagyon tetszenek nekem a képek, és ebből a kártyacsomagból húztam ki egy kártyát, ami utal a napi energiára, és ezt itt most megnézzük. Ez a kártya azt jelenti, hogy mi már bebizonyítottuk magunkat. Hiszen sok mindent tanultunk, azon kívül elértünk sok mindent az életben, és most kell egy kis szünet, ki kell pihenni magunkat, az is lehet, hogy olvasunk egy könyvet, kell a nyugalom, és nem kell most sietetni a dolgokat, ne legyen stressz, inkább ez a belső nyugalom, ez a kiegyensúlyozottság kell számunkra. Hogy látod te ezt a képet, hogy tudnád értelmezni, leírhatod a kommentárba, persze a véleményedet is. És ha tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra. Azon kívül meglátogathatsz a Facebook oldalamon, van kettő, az egyik Dendera Medici, a másik pedig Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!